A 109-es lap alján látunk a tanuláshoz. Vágjunk is rögtön bele. Tanurabbanan, min náine, kajén se bau, máktív körben nassza, behal ész, behal sas érce. Tudjuk azt, hogy a papok, a kohaniták hozták az áldozatokat, ők voltak a szentély munkások, hozták az áldozatokat a szentélyben, és ugye azt is tanultuk, hogy ez a történet úgy nézett ki, hogy minden hétre egy másik csoport, egy másik nagy család volt beosztva, és amikor mondjuk a Stiber Gábornak kellett hoznia, most csak a példa kedvéért, kellett hoznia egy áldozatot, akár egy önkéntes áldozatot, akár egy bűnáldozatot, akkor följött a szentélybe, és odaadta a kohénnak, aki éppen abban azon a héten szolgált, és azt feláldozta neki, és ugye hát vannak olyan áldozatok, mondjuk például a bűnáldozat, aminél az állat egy része az oltára kerül, egy másik része a kohanitáé. A bőre, a húsa a kohanitáé. Alapból háromféle áldozat van. Vannak az oláldozatok. Az oláldozat ugye az égváldozat, ami teljesen az oltára kerül. Vannak a slamim áldozatok, a békáldozat, ami teljes, majdnem teljes mértékben a tulajdonosé, a felajánlóé, egy része az oltára kerül, de a húsa, stb. Az a tulajdonosé. És van a hatosz és asam, a különböző bináldozatok, amelyeknek egy része az oltára kerül, egy másik része a kohéné. Most abban az esetben a Gábor felhozta az áldozatát Jeruzsálembe, és ott a kohanitának odaadta a bináldozatot, akkor azért a kohanitája a húsa, a bőre az állatnak, aki éppen azon a héten a szentében szolgált. De ez is stimmel. Na most mivel akkor, hogyha a Stiber Gábor éppen mit hoz a sors, a Stiber Gábor egy kohén, akkor ő maga, ha köteles valamilyen bűnáldozatot hozni, akkor megteheti, hogy soron kívül följön a szentélybe, és ő maga az áldozatát meghozza. A saját bűnáldozatát meghozza, és a saját bűnáldozatának a húsa és a bőre, az övé lesz, simán megteheti. Honnan tudjuk, hogy ez így van? Tamud lai máru bobe halavasz napsoi visiresz. Ahogy írva van, és akkor majd jöjjön, minden lelke vágya szerint, lelke minden vágya szerint, és szolgáljon. Magyarul, bármikor jöhet, és bármikor szolgálhat a szentélyben. Uminnáinsávai dasszavai öira sülloj. Rendben van, tudjuk, hogy akkor ezek szerint a kohén bármikor följöhet és szolgálhat a szentélyben. De honnan tudjuk, hogy a húsa és a bőre az állatnak, amit így saját bűnáldozatként meghozott, az a sajátja. Talmud lai már, és eszke dasav lai je, ugyanebben a mondatban azt mondja a Tóra, és férfi a saját szentsége az övé legyen. Tehát minden időben följöhet, hozhatja az áldozatot, és még az övé is lesz. Ha a 200, akkor hogyan lehet ezt a félmondatot még tovább értelmezni, hogy az egyszerű jelentésénél is többet hozzunk ki belőle. Imhaja bálmu, noisna le kajén se vajszaj mismar, vagy dasszava, öjra se laj. Ha mondjuk a kohén, akinek van egy bűnáldozata, kón, géza, egy bűnáldozatot hoz, följöhet a szentélybe, meghozhatja, és saját maga feláldozhatja, és ezek után a bőre és a húsa az állatnak az övé lesz. De van ebben még egy csavar. Tegyük föl, hogy Kohn Géza, egy bálmum, egy nem teljesen makulátlan, most fizikai értelemben nem teljesen makulátlan kohén. De tudjuk azt, hogy a szentélyben csak olyan kohén szolgálhat, akinek nincsen olyan testi hibája, ami méltatlan lenne a szentély méltóságához. Tehát ha mondjuk van egy kohén félszemű, félfülű, félheréjű, és még folytathatnánk, különböző testi hibákkal rendelkezik, akkor nem szolgálhat a szentélyben, viszont az áldozati húsból lehet, tehát a többi kohanitával együtt fogyaszthat az áldozati húsból. Most tegyük fel, hogy ez a Kohn Géza, akinek egy saját áldozata van, saját bűnáldozata, ő följön a szentélybe, ő maga nem hozhatja meg a saját áldozatát, mert ő egy testi hibás valaki, akkor mit kell csinálnia? Odaadja az azon a héten a szentélyben szolgáló kohanitáknak,
De ettől függetlenül, mivel enni ehet az áldozatból, mint kohén, becsatlakozhat, és megeheti a saját áldozatának a húsát, és elviheti saját áldozatának bőrét. És stimmt? Imai az akenai hajle, na isten a halkain si írce, bár vagy dasszave, ira, lán sem is most. Ha pedig egy olyan kohénról van szó, aki öreg, vagy beteg, és már enni is alig tud, akkor följön a szentélybe, odaadja az áldozatot az akkor a szentélyben szolgáló kohénok közül bárkinek, sőt, bárkinek odaadhatja, nem csak abban a szolgálati időszakban szolgáló szentények kohénoknak, és utána pedig, amit megesznek a húsból, meg a bőrből, az abban a szolgálati időben szolgáló kohénok, kohanitáké. Azt kérdezett Talmud, háj zakenai hajle héhidami. Hogyan kell érteni ezt, hogy öreg vagy beteg a kohén? Íde maciáva idáva idaszava ira, námiti hívidei. Hogyha egy olyan öregről van szó, vagy beteg kohénról, aki azért a szolgálatot el tudná végezni, akkor ha a szolgálatot el tudja végezni, akkor az állat bőre és a húsa és az övé kéne, hogy legyen. Íde loj maciáva idá, sliáhe ichi másve. Ha viszont nem képes már áldozatot hozni, vagy ilyesmi, akkor hogyan tud bárkit megbízni azzal, hogy hozza helyette az áldozatot. Ugye azt mondtuk, hogyha egy beteg vagy egy öreg kohénról van szó, akkor nem kell, hogy azon a héten szolgáló kohanitáknak adja, hanem saját maga helyett megbízhat bárkit, hogy sliach gyanán ő hozza. Amire a papas jach, a lászusz egy deat chák a bojda, de ki avid le egy deat chák a bojda hi, u másve sliach, a chila de ki achila, a deat chák a chila gászaiva, a chila gászal láv klub. Azt mondta erre a papa, kedvenc barátod, azt mondta erre a papa, hogy miről van szó, egy öreg emberről, aki szolgálni még csak-csak meg tudná csinálni a szolgálatot, és mert ő meg tudja csinálni a szolgálatot, ezért megbízhat mást, hogy helyettesítse az ő megbízásából a szolgálat során. Enni viszont már alig tudna, és a szolgálat, ami éppen hogy csak szolgálat, a szolgálat. Tehát akkor azt lehet helyettesíteni egy megbízottal. Az evés, ami már rosszul esik neki, ha már nem tud enni, már nincsenek fogai, már teljesen ki van, az nem számít evésnek, és ezért az evésben nem lehet része, ezért nem az övé vagy a megbízottjái az áldozat húsa vagy bőre. Igen, akartál kérdezni? Hogyne? Hát lehet, hogy ő vágja le az állatot, az állat fejére teszi a kezét, rátámaszkodik, levágja az átot, felfogja a vérét, a vérrel odaszalad az oltárhoz, fölhinti az oltára, ő maga, persze. Igen. Hogyne? 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 Mind különböző állatoknál más-más állatot kell hoznod, eltérő. És neki a kohénak tudnia kell, hogy miért hozta az állatot. Tehát emlékezz vissza, hogy arról tanultunk, hogy olyannyira tudnia kell, hogy ez az egyetlen olyan dolog a Tórában, az egyetlen micva, aminél a rossz áhítat, a téves áhítat, a téves szándék el tudja rontani a cselekvést. Ha ő más áldozatra gondol, miközben azt hozza, mint amire neked szükséged van, akkor a téves gondolat elrontja az áldozatot. Hogy? Hogyne? Oké. Amarav se is ez, imaj akkor én tamébet korben cibur, noisna le kalmise nyírca, vagy dasszave, ajra le ánse misma. Még egy variáció itt a kohaniták áldozataival kapcsolatban. Tegyük föl, de ugye van akkor ban és cibur. Van a közösségi áldozatok. Tehát például a reggeli áldozat, a délutáni áldozat, ezek a tamid áldozatok, amiket minden nap hoztak, ezek a közösségi áldozatok voltak. Most a közösségi áldozatot kihozza, az, akire a sorsolás kerül, az azon a héten a szentélyben szolgáló kohéniták közül. Tegyük fel, hogy az a kohén, akire a sorsolás esett, tisztátalan lett. Egy tisztátalan kohén nem hozhat áldozatot. Akkor mit csinál ilyenkor? Odaadhatja bármelyik másik kohénnak az áldozathozatal lehetőségét, aki abban a szolgálati időszakban vele együtt szolgál, vagy dasza, vagy karnasza, noisna,
vagy az vajra lán sem is van. És az állat bőre és húsa pedig szétosztódik, vagy szétosztják azon a héten szolgálók közül. Tehát ő nem tudja személyesen meghozni. Ha meg tudná hozni, akkor az övé lenne az áldozás is, és az áldozattal járó hús, bőr, stb. Ha nem tudja meghozni, akkor megbízhat bárkit a csapatból, az áldozat húsa meg bőre, az pedig az egész csapaté. Azt mondja, Talmud Heichidami. Ide ikata hajrim tmei min macu avdi. Ide lékata hajrim, amely de azt mondja, hajrim lánsem ismarat tmei min hú, velei macu achli. Azt mondja, nem értem, miről van szó. Vannak más tiszta kohénok? Ő tisztátalan, vannak tiszták? Akkor nem lehet, hogy a tisztátalanoknak is része legyen az állat bőréből és húsából, nem csak a tisztáknak. A szöveg meg azt mondta, hogy minden azon a héten szolgáló kohénnak része van belőle. Ha pedig tisztátalanok, akkor a tisztátalanok ugye nem ehetnek belőle. Akkor az, miről van szó? Amel rabbe émele bálim muminta hajrinsebe iszem ismer. Tamil, ezt a következőről van szó. Van egy szabály, tisztátalanul nem szabad áldozatot hozni. De van ezzel egy kivétel. Ha az egész közösség tisztátalan, akkor közösségi áldozatot lehet hozni. Közösségi áldozatot lehet hozni, de enni belőle nem lehet tisztátalanul. Abban az esetben, ha a közösségi áldozatot tisztátalanul hozzák, mert a közösség, aki tudná hozni az áldozatot, mint tisztátalan, viszont van olyan tiszta kohén, aki áldozatot nem tudna hozni, mert van valamilyen testi hibája, akkor az a kohén, aki tisztátalan meghozhatja az áldozatot, viszont az állat bőrét és húsát odaadja a testi hibás, de tiszta kohénnak. Oké. Én amire vási imajak kohén gadol, ainen, no isznale kol kohén sírceve, vagy daszeve, érel ánsém is van. Van még egy szabály, itt még a kohanitákkal. Ugye a szabály az az, hogy egy oinen, az oinen az tulajdonképpen a gyásznak az első fázisa. Azon a napon, amikor meghal a rokon, úgy hívjuk a gyászolót, hogy oinen. Most ebben az időszakban az embernek a gondolatai, az embernek az egész figyelme, a fókusza teljesen a halotton van, hiszen még nem is temette el, hiszen még aznap vagyunk. És ilyenkor ugye tudjuk azt, hogy minden micva alól mentesül, minden tevőleges micva alól mentesül az ember. A szabály az az, hogy ilyenkor a pap ugye sem hozhat áldozatot, de egy kivétel van. A főpap igen, a főpap hozhat áldozatot az oinen a gyásznak ebben az első időszakában. Most mi a helyzet, akkor mondja a vási, amar a vási imaja, kajen gadol, oinen, noisza, hol kajen sírce. Ha a főpap oinen, és ilyen gyászoló időszakban van, ő hozhatná az áldozatot, de úgy dönt, hogy ő mégsem hoz az áldozatot, akkor megbízhat bárkit. Ugye a szabály az az, hogy ha én csinálhatok valamit, akkor én meg is bízhatok, ha én csinálhatok valamit, akkor meg is bízhatok valakit, hogy az helyettesítse. Ő csinálhatná az áldozatot, nem akarja csinálni, akkor megbízhat bármilyen kohént, hiszen ebben az esetben a vajdaszava öjral ánsém ismar, viszont a bőre és a húsa annak az áldozatnak, amit valaki hozott a főpap helyett, az egész azon a héten szolgáló csapat része, osztály része. Májke Masmelon, mit akar ezzel mondani Ravási? Ta nina kohen gadol makriv oinen ve eino oicha ve eino oicha lechol leerev, szak dajta chamina, ki chas rachmoni lein de kohen gadol lekruvi hava lesu és liach, lo imoci masve, ke Masmelon. Azt tanultuk egy misnában, hogy a főpap hozhat áldozatot ebben az első szakaszában a gyásznak, de enni nem ehet az áldozatból, sőt, olyannyira nem ehet az áldozatból, hogy még este sem ehet. Hiába a Tóra szerint ez a gyász időszak csak esteledésig tart, mégis még este sem ehet, mert rabinikus szempontból még tovább tart ez az első gyász időszak. Azt gondoltuk, hogy a főpapra, azt gondolhattuk volna, hogy a főpapnak adott egy ilyen engedményt a Tóra, hogy hát hozhatja az áldozatot, de látjuk, hogy enni nem ehet belőle, és azt gondoltuk volna, hogy ugyan hozhat áldozatot, de megbízni már nem bízhat meg mást szíve szerint, hogy helyette hozza az áldozatot,
És ezért mondta Ravási, hogy de, ha ő hozhat áldozatot, akkor meg is bízhat mást, hogy helyette hozza. Kedves barátom, ezzel most itt a kohaniták áldozathozatalát és ezzel kapcsolatos szabályokat lezártuk, és egy új misnához értünk. Misna. Oké, gyorsan megyünk át a alapszabályokat. Hogyha Schwarz lop Grüntől, megesküszik neki, hogy nem lopott. Majd bevallja, hogy lopott. Akkor mennyit kell fizessem? Nagyon jó. 125. Egyötöddel megtolja a törstökét. És mit kell még csináljon? Kell hozzá egy asam, egy bűnáldozatot. Abban az esetben, hogyha a tolvajt lefülelték, tehát nem saját bevallása alapján derült ki, hogy tolvaj, akkor mi van? Akkor duplán kell, hogy fizessen. Van áldozat? Nincs. Mert az áldozat a hazugságért van. Így van. Oké, okay, tehát nincs, áldozat nincs. De azt mondtuk, mi van akkor, hogyha valaki lopott Schwarztól, hazudott, és azt mondta, hogy nem lopott, majd bevallotta, hogy lopott, de mire bevallotta, hogy lopott, addigra meghalt Schwarz. Akkor mi van ilyenkor? Akkor visszaadja a 125%-ot Schwarz örökösének. És hoz egy áldozatot. Tegnap fölmerült az a téma, hogy mi van akkor, hogyha ugyanez egy gérrel, egy betértel. Van egy olyan betértel, akinek nincsenek rokonai. Ugye a halakában, a zsidó jogban csak a gérnél, a betértnél fordulhat elő, hogy jogi értelme nincsenek rokonai, örökösei, mert ő olyan, mintha semmiből újjászületett volna a betérése során. Egy született zsidónak mindig lesznek rokonai, mert vagy felmenő, vagy oldalirányban lesznek rokonok. Most, akkor képzeljük el, valaki meglop egy betértet. Na, normál esetben akkor teljes ugyanaz a szabály, mint hogyha egy született izraelitát lopott volna meg, vissza kell fizesse, plusz 25%. Mi van akkor, hogyha meglopja a gért, utána a gér meghal. Mire ő bevallotta, hogy lopott, már a gér meghal. Akkor ilyenkor mi a szabály? Erre a Tóra azt mondja, ahogy ezt tegnap tanultuk, hogy fogja az áldozatát, amit föl kell vigyen a szentébe, és az áldozat mellé tegye szépen oda azt a 125%-ot, menjen föl, és a kohanitának, akinek odaadja az áldozatot, hogy az áldozatot áldozza föl, adja oda a zsetont is. Ja, akkor az áldozattal együtt a kohanitáknak adja a 125%-ot. Világos, ezt hívjuk úgy, hogy gezel a gér. A gér meglopásánál a kártérítés az a kohanitákat illeti, azokat a kohanitákat, akiknek az áldozat ment. Világos? Akkor ezzel fogunk kezdeni. A gajzel lesz a gérben is belőj, ha valaki meglopja a gért, és utána megesküszik neki, hogy nem lopta meg, umméz, majd a gér meghal, mire ő bevallja, hogy a hazudott, már meghal a gér. Hát nézd, most állam kerem, hogy haim és lakai, hanim, ve asam lenni szbeach, akkor a 125%-ot a papoknak adja, és az áldozatot pedig az oltárnak. És nem már veim én le is, gajel le hasiva, hasam, le lava, hasam, a musav, lásem, lakajen. Ahogy a Tóra fogalmaz, Mózes 4. könyve, 5. fejezet, 8. mondat, amit már az elmúlt napokban többször idéztünk. A szöveg azt mondja, ha nincs a férfinek örököse, hogy visszavegye a bűnt neki, akkor a bűnt, amit visszaad Istennek, a papé legyen, azon az áldozaton kívül, melyel megszerzi megbocsájtását véle. Ja, világos? Ki az a férfi, akinek nincs örököse? A betért. Oké. Okay. Hajja, máj lesz a keszepesz a asom? Umész. Na mi van, akkor tovább bonyolódik a történet. Schwarz meglopta a gért. Hazudott neki, hogy nem lopta meg. Majd bevallaná, hogy bevallotta, hogy meglopta, de addigra meghalt a gér. Mit csinál ilyenkor Schwarz? Megy Jeruzsálembe, viszi a kis bárányát, áldozatként is viszi a 125%-ot. De mire fölérne, ő is szívrohamot kap, és meghal. Na, akkor mi van? Mi lesz most a pénzzel, mi lesz az áldozattal? Hajja már lesz a keszev, esz a asamba, mész.
ha ment föl Jeruzsálembe a pénzzel és az áldozattal, és meghalt, ha keszefi naszene banav, akkor a pénzt adják oda az ő fiainak, Schwarz gyerekeinek, az örökösöknek, ve az sem nyire átsésztaj, vagy maker, miplud nabavlene dava, az áldozatot, azt meg nem lehet bemutatni, mert meghalt az, aki a bűnös volt. Mit lehet vele csinálni? Egy állat, ami már áldozatként lett felajánlva, de nem lett bemutatva. Akkor mit lehet vele csinálni? Hagyják legelészni az állatot egészen addig, amíg valamilyen makula nem keletkezik rajta. Ha keletkezik rajta valamilyen makula, akkor el lehet adni, és mert már ugye az oltára onnantól alkalmatlan, és a pénzt pedig adják valamilyen jótékony célra. Többször volt az, ez a hogyják az áll. Így van. Oké. Harmadik variáció. Noszan a keszef lánsem mismar umész. De mi van akkor, hogy a Schwarz fölment Jeruzsálembe? Már éppen leperkálta a pénzt a kónnak, aki ott volt a szentély kapujába? Szívrahamot kapott, és meghalt. Akkor most, de az áldozatot még nem mutatta be. Akkor most az örökösök jönnének, hogy kón, tessék, add vissza a pénzt. Ezt nem tehetik meg. Noszan a keszef lánsem mismar. Ha följutott már a szentélybe, és odaadta az azon a héten szolgáló kohanitáknak a pénzt. Umész, és meg is halt. Én a jöjjön hőle, ha itt mi adom, akkor az örökösök már nem tudják visszavenni a pénzt a kohéntól, és nem már, vagy is eser jiten lakajén laie. Mert az van ebben az előbb idézett tórai mondatban, és a férfi askinek adja a kohén, annak legyen. Tehát ha a férfi odaadta a kohénnak, azért már az azért, az már befejeztük. Oké. Okay. Mi történik akkor? Következő variáció. Ugye úgy kell, ugye mondtuk, hogy minden héten egy másik család volt, aki a szentélyben szolgált. Mi van akkor, hogyha ez a nagyokos Schwarz fölment a szentélybe, Jeruzsálembe, és akkor úgy el volt, megérkezett mondjuk csütörtökön, és akkor a Jehojarib család volt éppen a soros, ugye ezek szombattól szombatig tartottak ezek a szolgálati időszakok. Jehojarib család volt a szolgálatban, oda ment hozzájuk, odaadta a pénzt, az a jó, hát majd jövő héten meghozom az áldozatot, odaadta a pénzt, majd a jövő héten jött az áldozatot hozni. Noszana keszefle Jehojarib, odaadta a pénzt a Jehojarib családnak, és megvárta a következő hetet, vasom le Jadajaja, és a Jadaja családnak, aki a következő héten volt, hozta az áldozatot, jaca. Nem ideális, mert egyszerre kéne csinálni. Ugyanannak a csoportnak adni a pénzt, mint amelyik csoportnak az áldozatot. De ha így csinálta, így el volt tolva egymástól, akkor az rendben van. De mi van, ha fordítva csinálta? Assam le Jehojarib, de keszef le Jadaja. De ha a fordítva csinálta, és előbb hozta az áldozatot, meg akart szabadulni a bárhánytól, csütörtökön megjött, rögtön ment, már hozta az áldozatot, a pénz még amíg nálam van, addig jó érzés. Ugye az ember azt nem sérti el, megvárta a jövőjétet a pénzzel. Na ilyenkor mi van? Im kájemásom, jakrivúbnéjada, ha még megvan a bárány, hiába ő adott a csütörtökön a Jehojarib családnak, de azok még nem mutatták be, akkor gyorsan a Jehojada család vegye az állatot, és mutassa be, és akkor minden stimmel, mert egy csoporton belül van az áldozás, meg a pénz. De ha viszont már nincs meg az állat, akkor jachzévi javi assem áhér, akkor kell hoznia egy másik állatot. És miért? Mert ezeket egyszerre kell hozni. Egyszerre kell adni a pénzt, ugyanannak a kohénnak, vagy kohanita csoportnak, és ugyanannak a kohanita csoportnak kell adni az áldozatot. Most, hogyha mégse egyszerre adta, akkor ha viszont előbb adta a pénzt, és utána az áldozatot, az még oké. De az, hogy előbb az áldozatot, és utána a pénzt, az semmiképp nem oké. És a mévig zélai átcsillai hémiás samai jaca, mert a szabály az az, ha valaki mégis szétválasztotta ezeket, és előbb hozta a pénzt, és utána az áldozatot, akkor az még bedieved, nem ideális, de teljesített, de ha hémiás samai átcsillai zélai lajaca, ha viszont előbb hozta az áldozatot, és utána a pénzt, akkor nem. Na mi van akkor, ha még tovább bonyolódik? Noszan ez a kerembel, hogy noszan ez a hajmes, én a hajmes már. Ha viszont úgy csinálta, hogy előbb
Az első héten ugyan meghozta az áldozatot, és a pénzt is kifizette, de a pénzből még visszatartott a 25%-ot, tehát a törzstőkét kifizette, a 25%-ot nem, a 25% az nem akadálya a teljesítésnek. Tehát az nem számít úgy, hogy mint amíg nem fizetett volna. A büntető tétele az nem ugyanolyan, mint a törzstőke, így van. Oké, idáig tartott a misna. Húf! Ja, kedves barátaim, a táblát kell, hogy igénybe vegyük, eddig csak a bemelegítés volt. Nem szabad lógnunk, lazsálnunk. Ugye a mondat a következőképp következőképp néz ki. Az a tórai mondat, ami Mózes 4 Mózes 5 8. Következőt mondja. Ha asam ha musav la kohen ye, tehát ha valaki meglopja akkor ilyenkor mit kell, most ez szabad fordítás van a mondat eleje, ilyenkor mit kell csinálni? Van ugye a 100, plusz 25, plusz áldozat, ugye? Ezt kell adni. Akkor azt mondja, valaki a gért lopja meg, akinek nincsen rokona, örököse, aki megörökölje, és meghal a gér, és nincs rokona, aki örökös, aki megörökölje, hogy ő kapja meg a 125%-ot, a meglopott személy helyett, akkor mit kell csinálni? Adja, ha asom ha musov lássem, akkor én nyíje, akkor ha asom ha musov lássem, akkor a büntétel ha asom, amely, a büntétel, ha musov, amelyet visszaad, Lehassem Istennek, Lakoyen, a papé, legyen, a bűn amikor a bűnt a bűn engesztelő koson kívül. Oké? Tehát, kicsit lekicsinyítjük ezt. Tehát a mondat úgy néz ki. Ha valaki gért lop meg, aki meghal, és ő fizetni a 100-at, meg a 25-öt, meg hozzá az áldozatot, akkor a büntétel, melyet visszaad Istennek, a papé legyen, a bűnt engesztelő koson kívül. Oké? Okay? Hát itt van összesen, ez a mondat, és itt van összesen 3 szó, aminek az értelmezéséről fogunk beszélni. A büntétel, ez az egyes. Amelyet visszaad, ez a kettes. És van itt ugye a bűnengesztelő kos. Ez a 3-as. Oké? Okay. Most. Erre a mondatot többször vissza fogunk térni, úgyhogy most egyelőre egy kicsit kinagyítjuk. Azt mondja a Talmud, tanúra banon, asom ze keren, musom ze haimes. Azt mondja a Talmud, amikor ezt a mondatot olvasom, akkor én arra gondolok, hogy a büntétel, az egyes, az a 100.
Amelyet visszaad, az a 25. Oké? Okay? És akkor utána van ugye az áldozat. És akkor minden megvan. A 100, a 25, meg az áldozat. Minden a papé. Májnafkim, ojénoj, el a osom zelhajmes. Bocsánat. Tanában a asam ze keren, ma is ze haim, és a én el a asam ze ájl. Azt mondja, Talmud, én így értelmezem, vagy talán mégse így kell értelmezni? Lehet, hogy csináljunk egy másik szint. Zöld. Ez nem is a 100, hanem ez az áldozat. És akkor viszont ez a 100. És a 25 nincs megemlítve. De májnaf kemina. Kit érdekel ez? Vagy ez miért van ennek jelentősége? Láfukim derava, hogy esetleg, ha ezt így értelmezzük, akkor ezzel tudjuk cáfolni, amit Rava mondott. Mert mit mondott Rava? De amen Rava, gezelegén sikzirai belájna, לא יוצא, יחזיר איך הצוין, לא יוצא, מה הייתה עם האושם, קארי רחמון, או כשהואים, קארי רחמון. מית מונדות רווה. רווה אסמונטה, הוג, התורה נמהיה בנבזי הסעזות, בונטית אלנק. אושם. הוגן עזר הסובל אילתי הסעזות, מינטה מיין סובל, משקור אלדוזתוק עד סוקות אילתי. מיירט? Mert egyenlőséget akar tenni a 100 és az áldozat között. Mi módon? Azt akarja mondani, hogy ugyanúgy, ahogy egy áldozatot nem lehet hozni éjszaka, nem lehet hozni szeletenként, fél áldozat, aztán még fél áldozat, ugyanígy ezt a 100-at, a büntételt, ami pénz, ezt nem lehet felesbe csinálni, megfelezni és darabokban adni, vagy nem lehet éjszaka adni. Mert a Tóra áldozatnak nevezi. Most ha azt mondom, hogy a büntétel az nem a százra vonatkozik, hanem az áldozatra magára, akkor cáfoltuk Ravét. A helyzet az, hogy nem tudjuk cáfolni Ravét. Miért? Soha, mert mi vádélak-e purim? Ave oimer ze keren? Miért nem? Mert ha megnézzük a teljes mondatot, akkor ez nem lenne logikus. Miért? Mert hogy néz ki a teljes mondat? A teljes mondat végén van a hármas, a bűn engesztelő koson kívül. Akkor biztos, hogy ez, kérem szépen, az áldozat. Így akkor minden stimmel. Ez az áldozat, ez a 100, és ez a 25. Akkor nem lehet, hogy ez az áldozat, és ez a 100, mert az áldozat már meg volt itt említve. Akkor így minden egybe van, akkor igaza van Rovénynek. Azt a 100-at ugyanúgy nem lehet visszaadni darabokban, mint ahogy nem lehet áldozatot hozni darabokban, és ugyanúgy nem lehet éjszaka hozni, mint ahogy nem lehet áldozatot éjszaka hozni. Stimmel? Megyünk tovább. Tanya idach, asam ze keren, a musav ze haimes, aina ele asam ze haimes, ele haimes. Egy másik brájtában úgy tanultuk. A bűntétel az a 100, amelyet visszaad az a 25. Vagy talán nem, hanem a bűntétel az a 25. Kit érdekel? Miért lenne ez ennek jelentősége? Azért, hogy ezzel cáfoljuk azt, amit tanultunk egy brájtában. Na, fukim, azt hiszem, de nán. Na, azt mondja, ez a keremből, én azt mondja, a haimes, én a haimes máked. Áderába, a haimes máked. Mit mondott a brájta? A brájta azt mondja, hogy ha valaki visszaadja a 100-at, odaadja a kohénnak, és az áldozatot, amit az előbb tanultunk a misnában, de a 25-öt még nem adta oda, akkor az érvényes. Áldozat pénz nélkül nem érvényes, de áldozat a pénz törzstőkével, az extra 25 nélkül az érvényes. Most ha azt mondom, hogy a büntétel az 25, akkor igenis érvénytelen lenne a 25 nélkül is. Azt mondom, de oké, ezt se lehet mondani. Ezt is kihúzzuk. Miért? Megint csak azért, mert az áldozat az már itt van. Áldozat 100 és 25. Oké, okay, ezt is tisztázzuk. Megyünk tovább.
Tanya idach, asom ze keren, a musom ze chaymes, ubegezel a kasszuv, ubegezel a gér a kasszuv medabe. Megint egy bájta. Azt mondja, az, a bűntétel az a 100. Amit visszaad, az a 25. És miről beszélek? Egy meglopásáról a gérnek, ahol bevallja a bűnét a tettes, és fizetnie kellene 125-öt. Vagy talán, hogy einnaj el a musov ze kéfel, ubik névesz a kasszú medábel, és ő ajmer a kasszú, de is vesz a masse, beraj is, vech a mi siszaj, hát ebben ma majd a mi stálom, beraj is a kasszú medábel. A Talmudnak van egy újabb ötlete. Mi van akkor, hogyha itt eleve nem erről az esetről beszélünk, hanem van a bűntétel, és van még 100. De ez nem 25, hanem még 100. Vagyis arról az esetről van szó, amikor lefülelték, és duplát kell fizetni. Azt mondtam, hogy nem, miért? Mert ugyanennek a mondatnak a folytatása, azt már nem írtuk föl, azt mondja, de és vesz, a somajbe rajsaj, adja vissza előbb a bűntételt, és egy ötödöt adjon hozzá. Magyarul itt arról van szó, hogy van egy alaptétel, és ahhoz van hozzátéve egy plusz, a 25. Ha itt tényleg a dupláról lenne szó, akkor egyben kell visszaadni a 200%-ot. Mert azt hiszem, hogy a kommentárok azt is mondják, hogy azért sem lehet ez, mert akkor nem lenne itt a bűnád, a bűn engesztelő kos. Tehát akkor ezt is elvetettük, marad az eredeti mondás. Ufa, amar rave. Gezel a genség szirve, lájla le jatsz, égzide, cajla jatsz. Máj tájma, asam kári rachman. Térjünk vissza Ravénak ahhoz a mondása, az, amikor Rave azt mondta, hogyha valaki visszaadja ezt a bűntételt, meg a plusz 25-öt, éjszaka, vagy darabokban, akkor az nem teljesített. Miért? Mert bűntételnek, áldozatnak nevezi ezt a százat. Ugyanúgy, hogy áldozatot nem lehet hozni éjszaka, és áldozatot nem lehet hozni felesben, ugyanúgy ez sem lehet. Amerave gezel a gesein, vagy sebe prutalechol kajen, vagy kajen le jacé déhaj vasszaj. Még egy dolgot mondott Rave. Ha valaki visszaadja ezt a 125%-ot, kinek kell, hogy odaadja? A gezel a gérnél, a elhunyt, meglopott gérnél, kinek kell, hogy odaadja a 125-öt? Helyes, melyik papnak? Így van, az éppen a szolgáltató teljesítő, éppen esedékes csapatnak. Azt mondta Rave, ha ő elmegy a szentélybe, és ott szolgál a Kón család, és ő kifizeti nekik, de ez egy olyan kis tétel, hogyha ők felosztanák maguk között egyenlően testvéresen, nem jutna mindenkire egy pruta érték, akkor nem teljesítette a kötelességét. Föl kell vinni az összeget odáig, hogy legalább egy pruta jusson mindenkinek. My time, de szív, sem a musab, át se jel savval, akkor kajen ve kajen. Miért? Mert a szöveg mit mond a Tórában? A bűntétel, amelyet visszaad, kell, hogy legyen benne annyi szubstancia, hogy az visszaadásnak számítson. Magyarul, kell, hogy legyen benne minden abban a csoportban szolgáló kohén számára legalább egy pruta érték. És stimmt fa'ale? Vajrave, és a Navajra azt kérdezte. Mi van akkor? Nagyon variálták. Mi van akkor? Én bajlem is meresz, ha jari, jés bajlem is meresz, jaha jada, jadaja. Azt kérdezte, mi van akkor, hogyha nincs ugyan, ugye ezek a csoportok nem ugyanolyan nagyok voltak. A Jahajarif családban mondjuk voltak 500-an. A Jadaja csapatban, aki a következő héten volt, meg voltak csak 100-an. Mi van akkor, hogyha a Jahajarif csapatnak adja, akkor nincs benne mindenkire nézve egy pruta, de ha a Jadaja csapatnak adja, akkor mindenkire nézve van egy pruta. Akkor az jó vagy nem jó? Héhidomi. Na, akkor tisztázzuk, miről van szó? Illémadéja, havéléja, daja, bemismeresz, jadaja, ha izbén, ha izbén. Ha Jadaja csoportnak adta azon a héten, amikor Jadaja csoport szolgált, akkor nincs kérdés, mindenkinek van egy pluta, akkor viszont látásra teljesített. Lőj cicha de Jahve, le Jadaja bemismárta, Jadaja harariv. Arról van szó, a kérdés úgy szólt, hogyha ő a Jadaja csoportnak adta, de azon a héten, amikor a Jahajariv család szolgált, egy héttel korábban. Mi a minden kivendelább ismárta, jövő láv klumhu? Hogy dilma kivendelői hazilémi karlé a dalkai,
akkor ilyenkor mondhatjuk esetleg azt, hogy hát nem az ő hetük van, akkor most mit adja nekik? Vagy azt is lehet mondani, hogy igen, nem az ő hetük van, de nekik nem tudná adni, mert nekik nem lenne meg az egy pruta per kopf, per fő. Nekik megvan, akkor ezt eleve nekik van számba. Azt mondja, Talmud Teiku, nem tudjuk, majd eljön a messiás, ezt a kérdést is megválaszoljuk. Baj, rave, hogy hányi máos jeklőjük a gezelegér, keneget gezelegé. Következő kérdés merült fel ravéban. Meg tudják-e csinálni a kohaniták, mondjuk a Kón család és a Katz család, azt mondják, figyelj, ti most kaptatok egy ilyen ajándékba, itt a Schwarz meglopta a gért, most kifizetett nektek egy komoly tételt, tegyük már, osztozkodunk rajta, a jövő héten, amikor majd nekünk a Grün hozza, amit ő lopott meg, akkor majd azt abból visszaadjuk. Kicsit legyen egy kis bartel. Szabad-e ilyet csinálni? Mi a minden asszony, kányom, hogy más, amin kölyöt, asszony, neked asszony. Ávgezel, én kölyöt, gezel a gyerek, neked a gyerek. Mi szólna ez ellen? Mert magát a büntető tételt, a pénzt, azt asomnak, büntételnek nevezi, ugyanúgy, mint a bűn áldozatot. Most az asom bűnáldozatnál is nem csinálhatják meg azt a kónék és a kacék, hogy figyelj, bartelezzünk, a ti áldozatotokból erről ezen a héten kapjunk mi is egy kicsit, és majd a jövő héten visszaadunk nektek. Ugyanígy akkor itt sem lehetne ezt csinálni. Oly Dilma. Gezel a gérmen majnahu. Vagy a máskor azt lehet mondani, hogy jó, de hát az áldozati hús, ez viszont pénz. Esetleg pénzzel könnyebben lehet így bartelezni. Hadar pasta, asher kárenach mana. Később megválaszolta, hogy nem lehet ilyet csinálni, megint csak miért nem, mert a pénzt magát ugyanazzal a szóval illeti, mint a bűnáldozatot. Asam. Büntétel. De váhab reidrave mászni lebe hegy, de váhab reidrave ezt úgy mesélte, hogy nem kérdezte Rave és megválaszolta, hanem konkrétan eleve mondta. Amely Rave kiáni mény hölkén gezel a gyereknek, de azért már támasok, aminek mana, mert Rave azt mondta, hogy a két kohanita család nem tud bartelezni egymással ezzel a pénzzel, mert a Tóra ezt a pénzt áldozatnak nevezi, büntételnek nevezi, és az áldozatnál sem lehet bartelezni. Következő kérdés. Baj, Ravi, kőáni meg ezzel a geri jöjjsin hávú, oly meg káblém a tanulis hávú. Van egy ilyen kiváltsága a kohanitáknak, hogyha valaki meglop egy gért, és a gér meghal, mire visszafizetné neki a 125%-át, akkor az a pénz a kohanitákat illeti. Ez minek számít? A kohaniták itt belépnek a nem létező örökösök helyébe. Ugye a gérnek nincsenek örökösei, akkor ők belépnek az örökösök helyébe. Vagy ez egy ajándék. Sok ajándékot kapnak a kohaniták, kapják a trumát, a kalács áldozatot, csomó mindent kapnak, a hátoszál, a bűnáldozatnak a húsát. Akkor ez is egy ajándék. Mi a különbség? Májnaf kömina. Kit érdekel, hogy ez most minek számít? Ajándéknak vagy örökségnek? Megmondom neked mi. Ke ganyse gazel hamec, se avar alam a pészach. Képzeljük el a következő esetet. Schwarz meglopta a gért, ellopott tőle egy karé kenyeret. Pont pészach előtt voltunk. Most mi a helyzet akkor? Csak először tisztázzuk ezt. Ha Schwarz meglopja Grünt, Kohen Pészach előtt elloptul egy karé kenyeret, majd eltelik a Pészach, a kenyérrel ez az idióta nem csinált semmit, akkor a kenyérrel mi van most? Hamecs avar alva Pészach, egy olyan kenyér, ami átment a Pészachon, az kuka, mert nem lehet megenni, nem lehet hasznot húzni, vagy semmi. Ettől függetlenül, ha megvan természetben a kenyér, megteheti a tolvaj azt, azt mondja, tessék apukám, visszaadom neked, tessék, itt van. Nem tud el semmit kezdeni, de itt van. Ha már nincs meg a kenyér, akkor ki kell fizesse. De ha megvan a kenyér, akkor nem mondjuk azt, hogy ez nem ér semmit, de tessék, itt van. Most. Képzeljük azt el, hogy Schwarz meglopta a gért egy kenyérrel. Majd megbánta bűnét, és most menne visszaadni a kenyeret, meg még 25%-ot. Közben eltelt a Pészach. Meg közben meghalt a gér. Most, hogyha a gérnek lennének örökösei, akkor visszaadhatná, ugyanúgy a gérnek magának visszaadhatja a kenyeret, az örököseinek is odaadhatja a kenyeret, meg még 25%. Most nincsenek örökösök, akkor kik vannak? A papok. Ha a papok örökösök, akkor odaadhatja nekik a kenyeret, ugyanúgy, mint ahogy az örökösöknek odaadhatná. Ha a papoknak ez egy ajándék, akkor a kenyeret nem adhatja, hanem a kenyeret fabatkát sem ér, hanem akkor pénzt kell adjon helyette.
Nem zére baj, hachi. Nem zére ugye ezt a kérdést másképp tette föl. A fílim timce lejve me káblim a tanőszábú. Hallai vagy bajlan, de a hím a tana, amel a chmondin nézőm lejve. Nem szerinte ez a kérdés ez így nem jó, mert ez a kérdés ebben az esetben nem kérdés. Miért nem? Mert hogyha még tudnánk azt, hogy, ők hogy ez ajándéknak számít, és nem örökségnek, akkor is visszaadhatná a kenyeret. Hanem akkor hol merül fel a kérdés? El a kekemi bajlank, és a naflulaj eszerbe, hímaizbe, gezelege. Mi hájim láfrusi minden májszer, oly lojhávú. A kérdés inkább a következő. Tegyük föl, hogy Schwarz meglopta a gért, és 10 kisborjút lopott tőle. Olyan 10 kisborjút, akik abban a évben születtek. Mi a szabály? Van egy szabály, hogy az adott év elléséből 1/10-et föl kell ajánlani. Májszem behéma. Csak a szerencsétlen gér nem tudta felajánlani, mert felajánlotta volna, Schwarz meg ellopta. Most jönne vissza Schwarz, megbánja bűnét, adná vissza a 10 kisborjút a gérnek, de a gér közben meghalt. Akkor kinek kell, hogy adja? Ha a gérnek lenne örököse, akkor adná az örökösöknek? Mert nincs örökös, odaadja a kanitáknak. Most a kérdés az az, hogy kell, hogy ebből a 10 borjúból valaki felajánlja az 1/10-et, vagy sem. Ha örökösök kapnak az apjuktól 10 borjút, amelyből az apjuk még nem hozta meg a 10-et, akkor az örökösök meg kell, hogy hozzák a 10-et. De ha te kapsz ajándékba 10 borjút, amiből még nem hozta meg az ajándék adó a 10-et, akkor te nem kell, hogy adjál 10-et. Akkor ez a különbség. Ha a kohaniták belépnek a gér alá, mint örökösök, akkor abból a 10 borjúból kell, hogy hozzanak 10-et. Ha nem örökösök, hanem ajándékba kapták, akkor nem kell, hogy hozzanak 10-et. Ilyen egyszerű. De amár már kandubit fiszesz bájsz, ha javin, ahogy tanultuk, hogyha valaki örökségként kap abból az évből való még nem megtizedelt ellésből, akkor kell, hogy hozza. Vagy dílom meg káblit, na tanul számom, vagy nálam, kell, ha nit tanul, ma tanul, patulul májsz ebeim. Ha viszont ajándékba kapsz valamit, vagy vásárolsz valamit, akkor azt tanultuk, hogy abból nem kell a 10-et meghozni. Máj. Mi erre a válasz? Tasmá. És a Talmud, megmondom, mi a válasz. A válasz az lesz, hogy ez egy ajándék, nem egy örökség. De nem véletlenül spoilereztem, mert hosszú lesz a bizonyíték, és nem akart, hogy elfelejtsük, hogy mi volt a kérdés. Egy misna a következőt mondja, Eszrim árban a taniszka hunna, nitnula áronő vanov, 24 féle ajándékot kaptak a papok, Áron és az ő leszármazottai, a Tóra által, de kulan nitnubich lálu frátuch lál, hu brismelach, és mind a 24 egybefoglaltatik egy általános, egy konkrét és egy általános megfogalmazással. És mindezek mellé pedig a só szövetségével. Most egy kicsit lehet érthetetlen, hogy miről van szó. Kezdjük azzal, hogy mi az, hogy só szövetség. A só szövetség az egy kifejezés, bris melach. Ugye tudjuk azt, hogy mindig amikor eszünk a kenyerbe, nem csak pénteket, de elvileg mindig a kenyeret sóba kell mártani. Ugye? Az áldozatokhoz is sót tettek. És az áldozatokról mondja a Tóra, hogy ez sószövetség. Miért sószövetség? Mert a só az egy olyan étel, ami nem romlik meg. Ez egy olyan szövetség a Isten és a népem között, soha nem fog megromlani. Soha nem fog elévülni. Oké? Úgy, ahogy az áldozatok az egy sószövetség, nem sóhivatal, hanem sószövetség, ugyanúgy a 24 ajándék, amelyet a papok a zsidó néptől kell, hogy kapjanak, az egy sószövetség. Egyszer. Kétszer, kláluprátuklál. Kláluprátuklál ugye az egyik leggyakrabban használt logikai elv, amit a Tóra szövegének értelmezésekor használunk. Az elv úgy néz ki, hogyha én mondok valamit általánosságban, nem tudjuk pontosan, hogy az általános halmaz mire vonatkozik, majd felsorolok egy csomó mindent konkrétan, majd újra mondok valamit általánosságban, akkor tudom azt, hogy minden olyan dolog, ami a felsorolt részletekhez hasonlít, az beletartozik a nagy halmazba.
Okay, ez egy logikai elv. A Tóra ezzel a logikai elvvel adatot, hiszen ezzel a logikai elvvel magyarázzuk a Tórát. A 24 féle áldozat, vagy a 24 féle, bocsánat, ajándék a papoknak, ugyancsak ezzel a típusú megfogalmazással adatot, hiszen Mózes nem emlékszem pontosan melyik szövegrészben, azt hiszem Mózes 4, igen, Mózes 4.18. A 18-as fejezetben van egy szöveg, ami fölvezeti az összes ajándékot általánosságban, utána felsorolja azokat konkrétan, és utána megint mond róla valamit, ilyen általánosságban, és azt mondja, hogy ez a sószövetség. Akkor látjuk azt, hogy ezek a kohanitáknak adott ajándékok, ezek is ezzel a megfogalmazással adattak magyarul. Ugyanolyan fontosak, mint az egész Tóra. Ugyanolyan fontosak, mint az egész Tóra, és ugyanúgy sószövetségnek, örök szövetségnek számítanak. Oké, ez csak a felvezetés volt, most felsoroljuk, hogy mi ez a 24 ajándék, amit a kohaniták, a papok kaptak. Gyorsan fogunk menni, nem fogok mindenben elmélyülni, csak úgy nagy vonalakban. Kalame kájmen kínume kájmen kálapádok lál, ubriszmelach, de előtte még gyorsan, tehát mindenki, aki megtartja ezt a 24 ajándékot, teljesíti az olyan, mint az egész Tórát teljesítette volna, és teljesítette volna azt a szövetséget, amit örök sószövetségnek hív a Tóra. Kola iverál ilyen kilo, iverál klálopátok klál, briszmelach, ha pedig valaki megszegi azt, az olyan, mint az egész Tórát szegte volna meg. Ha elmulasztod, akkor olyan, mint az egész Tórát szegted volna meg, és mint hogyha felbontottad volna az örök szövetséget. Mi ez a 24? Három csoportra van osztva. 10 a szentélyben, 4 Jeruzsálemben, és 10 Izrael egész területén. 10 a szentélyben, az azt jelenti, azok az ajándékok, amiket a Kohén csak a szentélyben fogyasztat el, azok az ajándékok, amiket csak Jeruzsálemben, és nem annak a határán kívül, és azok, amiket egész Izraelben lehet fogyasztani. Akkor nézzük az első 10-et. Eszerben Migdos. Mi az a 10, ami a szentélyben van? Hátos behéma, hátos aif. Az állatból hozott bűnáldozat, és a madárból hozott, a galamból hozott bűnáldozat. Ezeknek a húsát mind a Kohén eszi. Ve asam, a bűnál, egy másik típusú bűnáldozat, abból is kettő van, asam, bádály, asam, tanúj. A bizonyos bűnáldozat és a bizonytalan bűnáldozat. A bizonytalan bűnáldozat az arra vonatkozik, amikor van egy bűn, amire ha biztosan tudnád, hogy elkövetted, akkor hátoszt, de nem szándékosan, akkor hátoszt kéne hoznod. Mondjuk, hogyha ettél egy nem kóser darab húst, akkor ezt a hátosz áldozatot kell hoznod. Te bizonytalan vagy, hogy nem szándékosan elkövetted a bűnt. Volt előtted két húsdarab, az egyikből ettél, az később kiderült, hogy az egyik az tréfli volt, a másik kóse, nem tudtad, hogy melyik volt, akkor asam talúj, ilyen bizonytalan asamot kell hozni. Zifke, sámé, cibul. Akkor van ugye a béke, közösségi békáldozat, ugye ez az áldozat, amit Sávót ünnepén hoztak. Löjksemen, selmecajra, a leprásnak a olaja, amivel bekenik a leprást a megtisztulásakor, annak a maradéka. Umajszara, oimer, az ómer áldozatnak a maradéka, steja lechem, a két kenyér áldozat, amit ugyancsak Sávótkor hoznak, lechem a ponim, a színkenyér áldozat, siarem nachesz, minden mincha, tehát lisztáldozatnak a maradéka. Ezek mind olyan dolgok, amelyeket a kohénok, a papok, a szentélyben szolgáló papok kapnak meg ajándékként, adóként, tulajdonképpen ajándékként. Ez az első 10. Mi a következő 4? Bárba Jerusalem, 4, ami Jeruzsálemben van, a Bechajra, az első szülött állat, Vábi Kurim, a 7 izraeli gyümölcsnek a zsengéi, amit föl kell hozni a szentélybe, Vámura Minatoida, a hála áldozatból a fölajánlott, vagy a kohanitának járó rész, ugye ez vonatkozik a háláldozatra magára, meg az háláldozatra együtt hozott 40 kenyérre, amiből 4 darabot a kohén kap meg, de él nazir, a nazirnak a kos áldozata, vagy öröszködasim, és az áldozatoknak a bőre. Minden áldozatnak a bőre az a kohanitát illette. Ez a 4. Most jön, ami Jeruzsálemben van. Tehát amit Jeruzsálemben kell használni, ebből az utolsó különben a állatnak a bőre, azt használja a Kohén Jeruzsálemen kívül is, azt nem megeszi, ez az egyetlen, amit nem eszik, hanem használja belőle egy cipőt, akkor azt használja
kimelt vele Jeruzsálemből, csak azért mondja, hogy ez Jeruzsálem, mert ezt Jeruzsálemben kapja. Következő 10, ve eszer meg vulin, következő 10, amit Izrael egész területén kap és használ, ez a truma, ugye, amit a zsidók adnak egy ötvened részt a termésből, a kohanitáknak, truma smajszer, a lévitáknak adott tizedből, a tized tizede, amit trumát mászernek hívunk, amit a kohanitának ad a lévita, ve hala, és a kenyér áldozat, ve résis a gez, és az első nyírás, amikor lenyírod a, bárá, a birkákat, akkor az első nyírást a kohanitának kell adjad, ve matonis, és a vámatonis, és a igen, a matonis az az, amikor egy sima állatot levágtál, tehát nem áldozati céllal, akkor egy részét a papnak kellett adni. Pidjon a ben, az elsőszülött fiúért, ugye az öt pénzérmé, amivel kiváltod, u Peter Hamoy, a szamár elsőszülöttének a kiváltása, uzdéja, húzza, uzdéj, haramim, hú, a föld, tegnap volt erről szó, kicsit komplikált, egy két variáció is van, az uzdéj, haramim az az, akkor te a földedet örökre odaadod a kohanitáknak. Oké? Okay? Fölajánlod, és akkor itt vége, az a kohanitáké. Másik, amikor Zdeja húzza, amikor felajánlasz a földet a szentének, azzal a kitétel, hogy esetleg azt még visszaváltod. Ha nem váltottad vissza, és közben a kincstárnak eladta egy harmadik személynek, akkor a jóvel évben az visszatér a szenté tulajdonába, és onnantól a kohaniták kapják meg, köztük van szétosztva. Gezel a gér, és az utolsó tétel, a tizedik, az a mai napon végig tárgyalt eset, amikor a gért valaki meglopja, és visszaadná neki, de addigra meghal a gér, akkor az áldozattal együtt fölhozza a pénzt, meg a plusz 25%-ot a szentélybe. Oké, felsoroltuk mind a 24-et. A lényeg itt mi? Ve karim mihász matana? Hogy nevezi ezeket mind a misna? Ajándék. Mi volt a kérdésünk ez? Ajándék vagy örökség? Mind ajándék. Smájmina, meg káblé matana, és hávú smájmina. Ebből látjuk, hogy az ajándéknak számít, és nem örökségnek, és ennek megfelelően kell eljárnunk. Kedves barátaim, köszönöm szépen, hogy velem tartottatok. Holnap reggel rendületlenül folytatjuk, a legjobbakat kívánom a viszontlátásra, viszont hallásra.